Győr városa nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon meleg estén. Gondolom nem gondoltunk arra, hogy mikor idejövünk, akkor még 38 fok lesz, de nekem az a véleményem, hogy ez a 38 fok erről a zene után akár még 40-45 fokra is föl fog menni. Dr. Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere köszöntötte a Cinka Panna roma kultúrás nézőit vasárnap este, itt a vízi színpad különleges környezetében. A kánikula ellenére szinte teljesen megtelt a színpad előtti lelátó, már csak azért is, mert ezen az estén Mága Zoltán húzta el a győriek nótáit. A hegedű művész a program nevét is viselő Cinka Panna roma kulturális egyesületnek köszönhetően látogatott el városunkba, a társaság ugyanis immár 8 éve mindig neves fellépőkkel örvendezteti meg a cigány muzsikát kedvelő közönséget. A legnagyobbak közül hívunk el évről évre művészeket. Ugye a Száztagú Cigányzenekar is fellépett nálunk, a Rajkó Zenekar is fellépett, Kálai Kisernő, Bangó Margit, és még sorolhatnám tovább, és úgy gondoltuk, hogy ebben az évben megpróbáljuk Mága Zoltánt elhozni ide a győrieknek. És szerencsére elsőre igent mondott, és jött egy különös produkcióval. Mága Zoltán fellépése egyúttal egy 100 állomásos turné harmadik helyszínét is jelentette. A Hegedű Varázs című koncertsorozattal a művész a magyar zenei kultúrát, ezen belül is a népzenét kívánja népszerűsíteni. Korábban már volt egy hasonló jótékonysági akciója, amely ugyancsak 100 állomással bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Sikeresen zártunk a missziónkat, az elmúlt időkben több mint 100 millió forint értékben sikerült támogatnunk a bajba jutott honfitársainkat, és a magyar közönség szeretete olyan sok erőt adott nekem, hogy ismét egy újabb 100 állomásos koncertet tudtam útjára indítani. Most persze nem templomokba fogunk játszani, hanem szabadtéri színpadokon, koncerttermekben, sportcsarnokokban, művelődési házakban, és elsősorban azért is jött létre az a koncertsorozat, hogy népszerűsítsünk szert a világban a nagy magyar zeneszerzőink remek műveit. A nemrégiben Budapest díszpolgárává is választott, többszörösen díjazott hegedű virtuóz híradónknak azt is elárulta, hogy szeretné, ha ezt a mostani giga produkciót is hasonló sikerrel zárnák, és így nem csak a jótékonykodásnak, de a roma muzsikának is missziójává válna a Mága féle varázslat.